Október közepétől térítésmentesen igényelhető az influenza elleni védőoltás. A magyar kormány 1,3 millió főnek elegendő vakcinával készül első körben, aminek eddig a 60%-át vették igénybe a korábbi években. Az országos tisztifőorvos szerint a védőoltás beadása abban nyújthat segítséget, hogy az influenza és a koronavírus tünetei sokban hasonlítanak egymásra, így a diagnosztizálást könnyítheti meg, ha valaki beadatja magának a vakcinát.